A 4 éve alakult Felleng idén már 2 klippel is előrukkolt. Az Oscar 1, a Pop pedig már 3 hónapja pörög a zenei megosztókon. Sziasztok, ez itt a Roncsoló. A banda a Fish és a Fatal Error társaságában érkezett Debrecenbe a Roncsbárba május 3-án. Mi pedig lecsaptunk rájuk, és kifaggattuk őket például arról is, hogy tartogatnak-e még új nótákat az idei évre. 3. Ha újra és újra lejátszhatnánk a filmet, mint az életet elég. Néha eljátszom azt, hogy minden le van írva, de aki írja félből mentes papírra, színészi szabadság, rögtönzés, improvizáció. Persze az évek alatt elkapott a tolla, jöhetne az iklet, az elvarázsolja. Na hát, srácok, itt vagytok Debrecenben, toljuk a 2024-es szezont, főleg ti, ugye mennek a koncertek, de kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen most tavasszal 4 éves ez a zenekar, ha jól számolom, 2020 tavaszán alakult meg, segítek, mert látom, köszönöm, hogy nagyon gondolkozol szívesen. Olyan rég van. És egyébként egy nagyon jó ívet jár be ez a banda, tehát ahhoz képest, hogy mostanában ez a rockzene egy kicsit, punkos, rockos, popos zene egy kicsit ilyen leszálló ágban van egyesek szerint, ti ahhoz képest ilyen nagyon-nagyon gyönyörűen húzzátok felfele az ívet. Mit gondoltok, minek köszönhető ez? Hát alapból szerintem abból fakad, hogy mi szeretjük ezt a zenét, és szeretjük csinálni, és igazából minket úgymond nem érdekel annyira, hogy most mi megy, mert most csinálhatnánk olyat is, ami nekünk nem fekszik annyira, viszont annak semmi értelmét nem látjuk, hogy inkább mi ebbe próbálunk előre menni, és jutunk, ameddig jutunk. Nyilván nem ez az első zenekar, amiben már játszotok, gondolom ott már egy kis gyakorló terep volt ez a számotokra, viszont hogy jutottatok el oda, hogy a különféle zenekarokból mégis összehoztátok ezt a Fellenget? Kicsit magától jött az egész, mert megismertük egymást így az előző zenekaraink által, és mindig, ahogy beszélgettünk, így észrevettük, hogy nekünk azért egy rugóra jár az agyunk zenei téren, és egyszer csak úgy alakult pont 2020 tavaszán, ahogy említetted, már rég volt nagyon, hogy összeállt a banda. Megbeszéltük, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk együtt, és toljuk. Tehát akkor az irány az teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a zenei stílust választjátok. Miért? Mindannyian abban az időszakban nőttünk fel, amikor még az MTV ment, és tényleg ugye a Green Day-t hallgattuk, a Sum 41-t, a Blink-182-t, és így ezek azok, amik így meghatározták szerintem mindannyiunknak azt a zenei ízlést, ami kialakult. Nyilván mindannyiunkban vannak különbözések, hogy mit hallgatunk. Én például elmentem egy jobban alterosabb irányba is, meg én már mindent hallgatok. Szücsi inkább ez a pop-punk vonal, a Kóbori Dávid a dobosunk, ő nagyon poppos mostanában, Gracár Dávid a gitárosunk, ő pedig a rockosabb vonalat képviseli, és igazából elkezdtük ezzel a nagyon pop-punk dologgal, hogy akkor ez lesz a mi útunk, ez volt az első lemez, és utána gondolkodtunk el, amikor amúgy Gracár Dávid is beszélt, hogy amúgy csinálhatnánk egy kicsit érdekesebbet, számunkra is érdekesebbet, és elkezdtünk kísérletezgetni, hogy mit lehet még beletenni, és szerintem most kezdünk el beérni. Én már nem festem feketére, nem takarom el az időm az fogát. Már remegő kézzel tartom a regete, hogy ránk szakadjon a világ. Minek a szem rád fél, mikor veled vagyok, a szemem úgy is mosoly rád. A zene mellett nyilván a szöveg a másik, ami nagyon meghatározza egy zenekarnak a képét. Hogy működik nálatok a zeneírás folyamata? Illetve, bocsánat, a dalírás, tehát a szövegírás folyamata. Változó, mert van, hogy egy zene születik meg előbb, és akkor arra formálunk ketten általában Bálinttal egy dalszöveget, de van, hogy a Bálint hoz egy dalszöveget, vagy én hozok egy pár sort, és akkor összeülünk, összeírjuk, megbeszélünk egy témát, és akkor mindenki hozzáadja a saját kis ízét. Nem nehéz az egyébként, hogyha valakinek már mondjuk van egy kis még dalkezdeménye, még hagyján, de szövegkezdeménye, és ahhoz, hogy külső ember hozzányúl, téged például nem zavar?
Engem nem, sőt én nagyon örülök neki, amikor hozzá nyúl Bálint, így szövegileg. Nem tudom, nálunk ez így működik így kémiailag, mert hallottuk mi is, hogy mindenki megírja a saját szövegét, az én szövegem, én zeném, mit. Nálunk ez így nincs. Én például úgy gondolok, hogy egy dal legyen jó, és az, hogyha a Bálintnak a gondolata többet ad hozzá, akkor többet ad hozzá. Te sem vagy ilyen szövegirigy? Én nem szövegirigy vagyok, én általában kész koncepcióval jövök, és mindig kikérem a srácok véleményét is, és olyan még nem volt, ugye? hogy úgy adtunk ki egy dalt, vagy úgy vettük fel, hogy az a szövegileg mondjuk problémás volt valakinek. Ezt mindig megbeszéljük, hogyha vannak bizonyos, főleg kettőnk között bizonyos szavak, vagy bizonyos kifejezések, amit mondjuk az egyikünk annyira nem szeretne, azt mindig meg tudjuk beszélni, és szerintem ezért működik. Nem láttuk, hogy hol kezdődik el, hogy hol ér véget. Követtük a túlpart vonalát, aztán a poharat kérted. Tervetek az idei évre, most itt vagyunk a tavaszi szezon közepén, indul a nyár lassan, esetleg nem tudom már a naptárban őszi koncertdátumokat is lehet-e már látni, mi a terv? Hát formálódik az ősz, de egyelőre most inkább dalírásba vagyunk, mert egy jó ideje átálltunk arra, hogy egy-egy dalt hozunk ki, és most van három dalunk is, ami a közeljövőbe ki fog jönni, klippekkel, legalábbis rajta vagyunk, hogy klippekkel. Egyelőre így sodródunk az árral, és hogyha jön egy felkérés őszre, van már, de szerintem még nem nagyon konkretizálódott a dolog. Fesztivál szezon? Fesztivál szezonban mi most egy kicsit megálltunk, lesz egy-kettő, úgy néz ki most, de én, az én nyomásomra is egy kicsit megálltunk abba, hogy úgymond egy kicsit halmozzuk fel a zene, vagy a dalokat, mert mindannyiunk fejében motoszkál az a gondolat, hogy csak-csak kéne még egy nagy lemez. Elkezdtük ezt a dalkiadásokat, de úgy azért az mégis más érzés, amikor kijön egy lemez, és most úgy néz ki, hogy lehet, hogy inkább azzal foglalkozunk, mert most ez tűnik jobb ötletnek. De aztán, ahogy adja az élet. Tehát akkor még mondjuk ilyen fejben tervezett dátum az új nagy lemezzel kapcsolatban még nincs? Még nincsen. Viszont jönnek a videóklipek, ugye, ha jól tudom, idén már kettőt is kidobtatok, az egyik olyan 3 hónapja, a másik 1 hónapja van fent a zenei megosztókon, és nagyon szépen pörögnek. Mikorra várható a következő? Hát arra van dátum, hogy mikor forgatjuk, az július elején, és hát utána mind elkészül. Már a dal megvan, a koncepció is megvan, konkrétan megvan a nap is, hogy mikor megyünk felvenni, felvesszük, összevágódik, és szerintem nyár vége? Szerintem már nyár közepén. De lehet, hogy nyár közepén, ez majd ugye attól függ, hogy mikor éri meg majd megosztani. Ezt is szoktuk figyelni, hogy a social médiában ugye már nem mindegy, hogy mikor pörögnek a dalok. De közeljövőben lesz mindenképp egy jó kis fellegnóta. És az eddig idén megjelent dalok közül milyen egyébként a visszajelzés? Úgy néz ki, hogy nagyon tetszik nekik ez, hogy ebbe az irányba indultunk el. Úgy mindenkitől ezt kapjuk otthon is, én ezt kapom például, de a barátok is, az ismerősök és akik követnek minket és érdekli őket a munkásságunk, ők azt jelezték vissza, hogy amik most kijöttek, azok már tényleg mi vagyunk. Eddig kerestük az utat, és talán most találtuk meg végre. Botrozódik a láncid alatt, tükörképe az égnek. Felgyúlnak a lámpák, szédelek, jönnek a fények a hullámréten. Sodródik bőgöm a zavar hangja a másik partra. Visszapattan a tűznek erő, teljes öltelt hangja, hol éles. Álmokkal feltöltődött kő a vízbe csobban. Két szempár egymás az úr tengerében összeolvad. Minek köszönhető az, hogy most ennyire ilyen kis stabilnak érzitek magatokat, meg ennyire tulajdonképpen így a 4 év alatt összeért már nagyon szépen ez a csapat? Hát a 4 évnek köszönhetjük szerintem, hogy 4 év alatt meg volt egy tagcserénk, ugye Grácer Dávid, ő a legújabb tagunk, de már 2 éve ő is benne van a zenekarban, és ezek azok a dalok, amiket már tényleg vele írtunk egytől egyig, és ezért érezzük azt, hogy ezek már itt tényleg mi vagyunk. Van esetleg a távolabbi jövőre valamilyen tervetek? Tehát most nyilván beszéltünk az idei évről, hogy új dalok, új klippek, de van-e még egy olyan dolog, amit szeretnétek mondjuk egy záros határidőn belül elérni? Szerintem nincs. Mi úgy vagyunk vele, hogy csináljuk, ahogy jól esik, ahogy tudjuk, ahogy szeretjük. Nem szeretnénk magunkat beskatujázni, hogy ennek most meg kell lennie, vagy hogy mit tudom, 2 év múlva itt kell tartanunk.
ahogy esik, úgy puffan a lapon, sokkal jobban is érezzük így magunkat, és ahogy látjuk, végül is ez bejön, mert egyre több koncertünk van, egyre többen hallgatnak minket, és szerintem ez a jó. Köszönjük, néztétek a Roncsolót, valamennyi adásunkat megtaláljátok itt az Alföld Televízió YouTube csatornáján, de várunk benneteket a műsor Facebook, Instagram és TikTok oldalán is. Tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!